Hiába működnek a LED lámpák, szinte alig látni Zalaegerszegen. Nem csak itt érkezett panasz a megújult közvilágítása, hanem Kecskeméten és Dunaújvárosban is. A korszerűsítést az Elios ZRT végezte el. A cég 2015 áprilisáig a miniszterelnök vejének, Tiborcz Istvánnak az érdekeltségébe tartozott. Januárban derült ki, nem csak az elvégzett munka minőségével van gond. Az Európai Csalás Elleni Hivatal azt közölte, több mint 13 milliárd forintnyi uniós támogatás megvonását javasolják közbeszerzésekkel kapcsolatos visszaélések miatt. A 24.hu-nak most sikerült megszereznie a teljes jelentést. Nagyon részletesen tárgyal 35 közvilágítási projektet, ebből 17-et különösen, ugyanis 17 esetében lényegében egy csalási mechanizmus tártak fel. A portál felelős szerkesztője elmondta, a jelentés többek között azt is kifogásolja, hogy a pályázat írása többször is felkért tanácsadó cég annak az érdekeltségébe tartozott, aki az Eliosban is résztulajdonos volt. Korábban indult már nyomozás az LMP feljelentése nyomán az Eliosz ügyben, akkor azonban a rendőrség megszüntette azt. Ez januárban az Olaf ajánlására újraindult. Varjú László, tehát itt van a stúdióban, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ismeri a demokratikus koalíció, mielőtt a részletekbe belemegyünk, ennek az Olaf jelentésnek a pontos tartalmát, vagy elhiszik, készpénznek veszik, hogy a 24.hu információi biztos lábakon állnak? Több forrásra igyekszünk támaszkodni. Az első az volt, amikor az európai parlamenti képviselőink felhívták a figyelmet az Olaf szervezeteinél, hogy itt láthatóan valami olyan történik, amit mindenképpen érdemes kivizsgálni. Az még nem a forrás, az önök kezdeményezése a vizsgálatra, ami tényleg egy nagyon fontos dolog, a DK, és talán Jávor Benedek esett ennek neki elsőként. Én azt gondolom, hogy mindenki, aki járt az utcán, és látta, hogy mi történik, és sötétben butorkálni kellett tovább, így van, és tudja azt, hogy mi történik az önkormányzatok viszonyai között, és ezeket a kivitelezéseket ilyen módon valósították meg, akkor azt gondolom, hogy sokan tettek ebben kezdeményezést. A demokratikus koalíció számára ez fontos volt, hiszen látható volt, hogy emögött olyan politikai kapcsolatokkal rendelkező cégek vannak, Orbán Viktor veje és társai, akik ezt egyébként végezték. Ahogyan az előbb erről beszéltünk az előző vendéggel, ezt általában a kormányok kapják meg, nem pedig az ellenzéki pártok és a sajtó, mivel a kormány ezt szemben más Olaf jelentésekkel, amelyekben érdekében állt ezt nyilvánosságra hozni, nem verte nagy dobra ennek a tartalmát, most egy sajtótermék a 24.hu hozta ki. Visszatérve a kérdésre, önök tudják-e, hogy mi van ebben, és elkerült-e önökhöz, és befújta a postaládába? Én személyesen a teljes Olaf jelentést nem olvastam, nem láttam. Arra támaszkodom, amit egyébként a sajtóban megjelent, és ilyen értelemben a 24.hu-nak a következetes közleményeire, illetve írásaira támaszkodva. Akkor mégsem több forrásból, hanem... Ez a következő része ennek a történetnek, de ugye ebből látszik, hogy az, ami Magyarországon történt, abból a jelentésből az a 17 eset, amelyet itt többen is megemlítünk már, és amit láttunk Zalaegerszegen például, amit kivitelezték. Ezek azt gondolom olyan alapvető elemek, források, információk, amelyre nyugodtan támaszkodhatunk. Térjünk akkor át a lényegre. Hiszen valóban. Ott van az a helyzet, van, hogy ott ülnek a gép előtt azok, a számítógép előtt azok az emberek, akik ezeket a pályázatokat elkészítették. Olyan pályázatot készítettek 17 esetben, amely teljesen egyforma. Az ajánlataikat úgy állították össze, hogy 5-7%-kal került többe az alapajánlatnál, az árajánlatnál, és így látható volt, hogy egy előkészített nyerésre előkészített megoldást alkalmaztak, aminek a műszaki következménye az volt, hogy a legrosszabb műszaki állapottal, és egyébként a legnagyobb költségelszámolással lehessen ezt megoldani. Nagyon fontos, hogy mindezt elmondta, hogy azok a nézők, akik esetleg nem tudták a részleteket, értsék, hogy pontosan miről beszélünk, mi áll amögött, hogy szervezett bűnözés gyanúja merül fel, amelynek a szálai meddig vezetnek? Most ott tartunk, ugye, hogy Orbán Viktor veje az, és volt a tulajdonosa annak a cégnek, azóta már menekül onnét. Elég régóta, 2015-ben már ő abból a cégből formálisan kiszállt. Igen, és átadta a barátjának, hiszen maga a probléma az nagyon régóta itt van az asztalon, mint ahogy hallottuk a felvezetőben is, többen tettek már feljelentést, többen felhívtuk erre a figyelmet, hogy ezen a helyzet, amit itt elkövettek, amit elvégeztek, ez nem szabályos. Bénaszai Márta nagyon keményen fogalmazott, javítottunk is Tvötkóval, mert az Olaf
lehet az ellenzéki politikus természetesen neki joga van ilyet mondani, szólásszabadság van, de az Olaf nem azt mondta, hogy maffia kormány működik Magyarországon. Ugyanakkor az, hogy a szervezett bűnözés az a kormányt érinti-e, az egy nagyon nagy jelentőségű dolog. Ez mindenképpen az, és ebben az értelemben azt a megítélést, hogy maffia kormány működik Magyarországon, ha nem, az Olaf nem teszi meg, akkor megteszem én. És azt mondom, hogy amit itt elkövettek, az olyan szervezetten elkövetett csalássorozat, amire ráilleszthetjük, és mondhatjuk nyugodtan ezt a szóhasználatot. Nem lehet, hogy megvezették a kormányt, és ez a hálózat, amely a pályázatokat olyan módon, ahogyan ön az előbb pontosan leírta, megalkotta, az hát elkerülte a figyelmet, és mindenféleképpen annak is kell, hogy következménye legyen, de az nem ugyanaz, mint a hallgatólagos beleegyezés, vagy támogatása ennek a módszernek. Ugye a kormánnyal, illetve inkább a Fideszre hivatkozom, ugye a Fideszre utalok, vele szembe kell szállni, és nem lehet vele semmilyen módon megalkudni. Ezért ki kell mondani azt a részét, hogy ha úgy csinálnak egy pályázatot, hogy először úgy írják ki, hogy kizárólag csak az Eliosz nyerhet. Majd amikor az Eliosz már szerzett tapasztalatokat éveken át, vagy éven át is több pályázatot megnyert, utána pedig úgy írják ki a pályázatot, hogy csak olyan nyerhet, akinek már van tapasztalata, és Magyarországon másnak nem volt, csak az Eliosz nyerhette meg egymás után ezeket. Ezt pedig tudatosan a kormányhoz kapcsolódó minisztériumok, hatóságok látták, hogy mi történik, figyelemmel követték, és ennek megfelelően csinálták. Kulcs szereplő ebben az ügyben, mint sok más ügyben is, az ügyészség és Polt Péter személye, önök őt konkrétan többször megfenyegették, hogy ezzel a szóval éljek a Demokratikus Koalíció nevében. Mi a céljuk Polt Péter fenyegetésével, hogy majd megijed és elkezd még hatékonyabban nyomozni? Polt Péternek már sok oka van arra, hogy megijedjen, és éppen ezért az a figyelemfelhívás, amit a DK-t megtesz, az azért van, hogy Olaf jelentések esetében az ügyészség formálisan el szokta indítani a nyomozást, majd egyébként gyorsan le is zárják. És érdemi következmények nélkül ez bekövetkezik. Ez már lezárult? Elindult? Nem. Itt most a Polt Péternek az a feladata, hogy a vizsgálatot elindítsa, és itt, ahol nyilvánvaló, nagyon sok forrásból, hazai tapasztalatból, korábbi feljelentésekből, az Olaf jelentéséből itt van előttünk a nyilvánvaló tény, hogy a Fidesz vezetésével, az Orbán Viktor családjának közreműködésével csaltak, méghozzá szervezetten, bűnszövetkezetben. Azért akkor arra van bizonyíték, hogy Orbán Viktor közreműködésével így fogalmazott? Igen, azzal, hogy a családban a konyhaasztal mellett megbeszélik ezt a dolgot, azt gondolom, hogy másként nem lehet. És tudunk más példákat is hozni erre, amikor ahhoz, hogy valaki pályázatos nyertes legyen, ahhoz a jóisten és a miniszterelnök barátságára van szükség. Most Mészáros Lőrincet idézte. Így van, és ugye ez ugyanaz a kör. És így a nemzet gázszerelője után most már itt van nekünk a nemzet villanyszerelője, aki hát olyan minőségben készítette ezt a munkát, amilyenben. A nemzet korábbi közgépvezetője Simicska Lajos érdekeltségébe tartozott az Eliosz korábban. Miért és milyen bizonyítékok alapján állítja a Demokratikus Koalíció azt, hogy a csalások, a vélelmezett csalások Tiborcz István idejére esnek az Eliosznál? Egyrészt az időpontok támasztják alá, hiszen 2009 utántól vizsgálja maga a jelentés is ezeket az eseményeket. Másik oldalról pedig azért ne tévedjünk, hát itt ugyanarról a körről van szó. Simicska és Orbán között semmilyen különbség nincs. Az, hogy most éppen, éppen rosszban vannak, az egy másik része a történetnek, de azt gondolom, hogy nem csak a világításszerelés, a közvilágítás fejlesztése, hanem az útépítéstől kezdve számos olyan közös érdekeltségük volt, amit egyébként a Fideszhez köthető, ahhoz közeli vállalkozók hajtottak végre. Mit tervez ez ügyben a DK tenni, vagy más ellenzéki pártok, a választásokig jegelhető ez az ügy, vagy még lehet olyan jelentőséget tulajdonítani neki, hogy eljusson a választókig? Polt Péternek szólt az üzenet elsősorban.
ne próbálja meg eltitkolni ezt, és a vizsgálatot folytassák le, és annak eredményét pedig hozzák nyilvánosságra. Én azt gondolom, hogy itt olyan nyilvánvaló helyzet van, amelyben Pott Péter korábbi magatartása, hogy megpróbálja eltusolni ezt az ügyet, ezt nem teheti most meg. Ha mégis megpróbálja, akkor számítson arra nyugodtan, hogy ő egyébként a barátaival együtt bíróság előtt fogja végezni. Újra demokratikus koalíció nem alkuszik velük. Varjú László, köszönöm szépen, hogy eljött, mindezt köszönöm elmondta, szépen. Most pedig híradó következik.